Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Bajtai Éva vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium magyar tanárnője. A mai alkalommal egy projektet fogok bemutatni második osztályosoknak. Meg fogom mutatni ennek a projektnek az előzményeit, a projektnek a folyamatát, magát a projekt terméket, és akkor utána levonjuk majd a pozitív és a negatív tapasztalatokat. A projekt témája másodikos tananyagról van szó, újságszerkesztés. Mi is lehet, ha a téma újságszerkesztés a projektnek a célja? Nagyon fontos, hogy élményszerű legyen, valós tapasztalaton és együttműködésen alapuló tananyagnak az elsajátítása. Ezzel a projekttel mi az, amit fejlesztünk? Fejlesztendő kompetenciák, a szövegalkotás, vállalkozói kompetencia, együttműködés, önállóság, kritikai gondolkodás, alkotókedv, kreativitás, pár dolgot kiemeltem, de ettől sokkal többet is tudtam volna írni. Milyen módszerekkel lehet dolgozni? Vita, kutatás, anyaggyűjtés, újságszerkesztés, a tördelés és a nyomtatás. Az érintett osztály pedig egy másodikos osztály, egy tavalyi projektet fogok bemutatni, ők már harmadikosok az idén. És a projekt terméke pedig az iskola újság. Az értékelés módja pedig, amikor elkészül az egész projekt, megvan a projekttermék, az újság, lehet önellenőrzést végezni, szöveges értékelést a munkafolyamat során, egyéni és csoporttevékenységet lehet pontozni, kérdőíveket lehet kiosztani a projekt után a diákoknak, hogy értékeljék a projektet, és ezek alapján nagyon sok mindent le tudunk szűrni. Nézzük akkor a projekt munkának a lépéseit is, hogy hogyan zajlott. Második osztályban a tananyagnak a része a publicisztika, az újságírás. Ugye elméleti tananyag. Én amikor elkezdjük tanulni a publicisztika műfaját, akkor kedvcsinálónak szoktam bevinni a diákoknak különböző újságokat, folyóiratokat, hogy azokkal is megismerkedjenek. Szoktam kivágni különböző cikkeket, és azokat is beviszem, és amit elméletben megtanultunk, az gyakorlatban is megpróbálják ugye kamatoztatni. És amikor kitaláltam, hogy újságot kellene szerkesztenünk projekt keretében, akkor arra gondoltam, hogy elviszem a diákokat a Magyar Szónak a szerkesztőségébe. Tehát ez volt az egyik ilyen fontos lépés, hogy látogatást tettünk a Magyar Szónak a szerkesztőségében, terepszemlére mentünk, és ez nagyon fontos, mert ott a helyszínen élményekkel gazdagodnak a diákok. Megbeszéltem a szerkesztőségnek a tagjaival, két újságíróval, hogy mi az, amit elmeséljenek a találkozás keretében, és hát nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és ez azért is fontos, mert egy löketet adott a diákoknak, tehát kedvet csinált ahhoz, hogy elkezdjük a projektet. Utána a feladatokat kezdtük el kiosztani. Én először összeírtam az adott osztályban, egy képzőművészeti tagozatos osztályról van szó, hogy kinek, melyik diáknak milyen feladatot kellene megcsinálnia. Utána a gyerekek ezt felülírták, mert ugye mindenkinek megvan, hogy mi az, amit szeretne, és változtattak ezen, tehát nem föltétlenül a tanárnak kell megadnia, hogy milyen feladatot kell az újságon belül megcsinálni a diáknak. Eszközigény felmérése, itt egy diáknak a laptopját vettük, ugye azt használtuk, amin szerkesztették a diákok az újságot. Pénzügyi előkészítés fázisa, itt az iskola állt mögöttünk, aki mindenben támogatott, és ugye a papírt és a nyomtatásnál segített. Egyén és csoport feladatok végzése, meg volt, hogy melyik diák melyik feladatot készíti el. Ezt is szétosztottuk, az anyaggyűjtésnek a fázisa. És ugye végül, amikor megcsinálták a diákok a feladatokat, akkor az összegyűjtött forrásoknak a rendszerezése, műhelymunka, és végül ugye az újságnak az elkészítése. Nagyon fontos még a határidő. Mi ezt első fél évben készítettük el, és karácsonyra szerettük volna bemutatni ezt a projektet, de egy kicsit csúsztunk, nagyon túlzsúfolt volt a programjuk a diákoknak, és ezért a téli szünet után fejeztük be, de úgy gondolom, hogy ez nem olyan probléma, hogyha valaki csúszik a határidővel.
Amikor elkészül a projekt termék, elkészül az újság, akkor az is fontos, hogy ezt bemutassuk, ugye, mivel nálunk van kollégium, ezért akár egy délutáni foglalkozás szakkör keretében diákoknak, tanároknak, vagy akár szülőknek is be lehet mutatni ezt az újságot. Fontos még a visszacsatolás és az értékelés. Itt említettem az előbb, hogy akár kérdőíveket is ki lehet a diákokkal töltetni. Ez azért is fontos, mert a tanár is tanul belőle, hogy mi az, amit legközelebb másképp kellene csinálni, pozitív, negatív tapasztalatok. És végül a projekt munkának a dokumentálása. Hát úgy történt, hogy bekerült az iskola könyvtárába ez az újság, ami elkészült. Nagyon fontos az újságszerkesztésnél a fedő és a hátlapnak a megtervezése. Teljesen szabad kezet kaptak a gyerekek, ez az ő projektük volt, az ő munkájuk, és itt látható is, hogy melyik a fedőlap, és a hátlappal kapcsolatban először osztályképet szerettek volna a gyerekek az újságnak a hátlapjára, valamilyen egyedi osztályképet, aztán valamiért nem egyeztek meg, vagy nem úgy alakult, és látható is, hogy végül is a hátlapon egy keresztrejtvény lett, a megoldásai láthatóak, és akkor egy kis poénbomba vicc található még ott lent a jobboldali sarokban. Ezt is önállóan megegyeztek osztályon belül, és megtervezték a fedő és a hátlapot. Milyen típusú újság legyen, ezt is mielőtt elkezdjük a projektet, fontos megbeszélni. Itt egyértelmű volt, hogy osztályújság, az is egyértelmű volt, hogy egyszeri alkalom. A célközönség meghatározása diákok, ez is egyértelmű volt, hogy a diákoknak szóló újság legyen. Az újság nevének megbeszélése, ezt is teljes mértékben a diákokra hagytam, és megegyeztek, tehát lett az újságnak neve is. Az újság tartalmának meghatározása, amikor osztottuk ki a feladatokat, akkor megbeszéltük, hogy ki milyen újságírói, publicisztikai műfajban fog dolgozni, ki milyen rovatot fog szerkeszteni. Ami még nagyon fontos, a szerkesztői előszó, aztán ezt meg fogom mutatni majd az újságban, amit egy diák külön elvállalt, ez az első oldalon található, ez a szerkesztői előszó. Arról ír valójában ebben az előszóban a diák, hogy ugye hogyan is jött létre, miért is jött létre ez az újság, tehát az olvasóhoz szól. Az impresszum az pedig, ez is általában, ha kinyitok egy újságot, majd figyeljétek meg, ez az impresszum, ez az, amikor a legfontosabb adatokat tartalmazza. Most ideírtam egy hivatalos definíciót, hogy a különféle nyomtatott vagy internetes sajtótermékek azon része, amely a kiadó, a nyomda, a szerkesztőség, illetve a kiadvány legfontosabb adatait tartalmazza, feltüntetését, illetve kötelező tartalmát az egyes államok jogszabályai határozzák meg. Valójában milyen adatokat tartalmaz, ki az, aki nyomtatta, ki az, aki tördelte, kik voltak a szerkesztőségi tagok, ki lektorálta, ki rajzolta, ki illusztrálta, tehát ezeket a fontos dolgokat tartalmazza az impresszum. Rovatok meghatározása, ezt nagy kedvel csinálták a diákok. Volt egy diák, aki híreket szeretett volna. Ugye az újságírói műfajoknál nagyon fontos, hogy mindig aktuális legyen, tehát olyan híreket hozott, amely az iskola életéből aktuális, érdekes híreket, és ugye megtanulta, hogy ugye a hírnek melyik kérdésekre kell válaszolni, és akkor ezek alapján gyűjtötte össze ezeket a híreket. Művészsarok, saját vers, novella, elbeszélés. Ez is nagyon egyszerű volt, mert ez egy olyan osztály, ahol nagyon sokan írnak verseket is, meg különböző műfajú novellákat, elbeszéléseket, és a saját verseikkel, műveikkel azokat gyűjtöttük össze. És saját maguk illusztrálták, ugye képzőművészeti tagozatról van szó, tehát nagy munka van mögötte. Filmajánlót írt egy diák, akkor könyvet lehet ajánlani, történelmi rovat, van egy történelmi érdeklődésű diákunk is, az idegen nyelv kedvelőinek egy angol rovat nem maradhat el, hagyományápolás, ugye karácsonyra szerettük volna, hogy elkészüljön ez a projekt, az újság, és akkor olyan karácsonyi szokásokról írt, gyűjtött össze egy csokorra valót a diák. Keresztrejtvény,
vicc, ugye poénbomba, ami kimaradt, az a képregény, de ezt is lehet, tehát ebben is lehet gondolkodni. Interjú és riport, egy diák készített interjút, és egy másik diák pedig riportot készített. Ez is nagyon érdekes tapasztalat volt, mesélték a diákok, hogy ugye hogy önállóságot kapnak, és meg kell keresni az interjúalanyt, akit választanak, időpontot kell vele egyeztetni, össze kell, hogy írja kérdéseket, akkor ezt is átbeszéltük, hogy ne olyan kérdéseket kérdezzen meg az interjúalanytól, amelyek ilyen sablonosak, általános kérdések, akkor hogy veszi fel a hangzóanyagot, és ez egy óriási élmény és tapasztalat egy diáknak, és szerintem nagyon jól is sikerültek ezek az interjúk is. És a projekt tapasztalatai, hát vannak előnyei, és vannak hátrányai. Az előnyök az élmény, ugye az egyéni élmény és a közös élmény, amit megtapasztalnak a projekt során a gyerekek, óriási szabadságot biztosít nekik. Ugye az önállóság, amit említettem, a feladatok érdekessége pedig megteremti a motivációt az iskolához és a tanuláshoz. Ez is nagyon fontos, hogy motiváltak legyenek. És lehetőséget teremt iskolán kívüli világnak a megismerésére és új kapcsolatok kialakítására, és ugye az együttműködési készség is, hogy hogyan tudnak az osztályon belül együttműködni a diákok. Vannak hátrányai is, én annyira nem emelnék ki, egy-két dolgot írtam, talán annyit, hogy van olyan diák, aki túl sokat vállal. És van olyan, aki minimálisat vállal, volt már esetleg egy kész munkája, verse, és akkor azt leadta, és van, aki pedig mindent elvállalt, ő szerkesztette, ő gyűjtötte az anyagokat. Tehát nem egyformán vállalnak, de talán ez annyira nem is hátrány, nem is probléma, különbözőek a gyerekek. A határidőket is említettem már, hogy mi beterveztünk egy határidőt, de nagyon sok dolguk volt a gyerekeknek, és egy kicsit csúsztunk. Mert azért egy 2-3 hónapot igénybe vett ez a projekt, és akkor ugye az idő igényes is. Ha valaki készít projektet, akkor az biztos, hogy nem 1-2 hét alatt fog ugye végbe menni, hanem időt kell rá szánni, hogyha megfelelőt akar. És akkor szeretnék felolvasni egy-két diák tollából, hogy hogyan értékelték a diákok, akik már most harmadik osztályosok, ezt az egész folyamatot és a projektet, az újságkészítést. A közös újságunk elkészítésében az egész osztályunk részt vett, mindenki a hozzá legközelebb álló feladat kidolgozásával járulhatott hozzá újságunk létrejöttéhez. Valaki a borítót szerkesztette, más illusztrációkat készített, egyesek dolga az arculat volt, másoké pedig a tartalom elkészítése. A történelmi rovatot én készítettem el, először téma után kellett kutatnom, miután azt megtaláltam, rengeteg forrást átolvastam, majd az összesített információk sokaságából született meg a cikke. Szerettem volna hiteles lenni, több szemszögből is átlátni a történeteket. Rendkívül érdekesnek találtam az egész folyamatot, a csapatmunkát. A másik oldalról megközelítve viszont borzalmasan időigényes, és rengeteg munka van vele, mondja Dóra. És akkor nézzünk meg még egy utolsót. Tavaly volt egy olyan lehetőségünk, hogy kipróbálhatjuk magunkat az újság készítésében az osztályommal. Elég nagy falatnak ígérkezett, de végül több hónapi munka után elkészült. A tanárnő ismertette a feladatokat, és mindenki azt csinálta, amiben épp érdekelt volt. Az én feladatom a borító megtervezése, a képek elkészítése és az újság összeállítása volt. A különböző rovatok, cikkek, a borító megtervezése nem jelentett gondot, sőt, azt kifejezetten élveztem, viszont az egész újság szerkesztési része volt számomra a nehézkesebb, a végére már az is nagyon megfogott, mivel ez volt az ilyen jellegű első munkánk, kicsit nehézkesen indult, de sok segítséggel és munkával végül megszületett, amire nagyon büszkék vagyunk, mondja Virág, és hát ugye azt el is kell mondanom, hogy én is nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesek voltak, és itt látható az osztály a Magyar Szónak a szerkesztőségében, ugye a sikeres csapat. És meg szeretném mutatni akkor ezt a papír alapon is, ezt az újságot, hogy 28 oldalas, úgyhogy végül is elég hosszúra sikeredett. Megnézzük mindjárt. Hogy ugye fedőlap látható, amit a diákok terveztek.
És akkor itt látható, itt megállok egy pillanatra, a szerkesztői előszó, amit egy diák írt, erről beszéltem, ez is nagyon fontos, hogy az olvasókat köszönteni kell, és az impresszum bekeretezett részben a legfontosabb adatait tartalmaz, hogy kikészítették, kik járultak hozzá az újságszerkesztőség elkészítéséhez, és akkor rögtön a hírek, a rövid hírek, itt látható, rögtön egy vers, egy önálló vers, és a diák saját maga illusztrálta. Művészet a művészeknek, ez egy nagyon jó riport. És akkor kicsit gyorsabban belehajtok azért. Rengeteg kép is van, amit összegyűjtöttek a diákok. Filmajánló, kedvet csinálni, aki szereti a jó filmeket. És ezt is egy kicsit gyorsabban. Rengeteg vers, megint csak egy önálló vers, és megint csak a diák saját maga illusztrálta. Állatrovat, akik szeretik az állatokat, érdekes információkat olvashatnak az állatrovatban. És az interjú, egy hely, ahol még macskát is főznek, amikor készült ez az interjú, akkor mondtam a diáknak, hogy valami nagyon találó címet találjon ki, mert ugye azt szeretnénk, hogyha elolvasnák az olvasók, és szerintem sikerült neki, mert nagyon sokat mondó ez a cím, biztos, hogy sokan el fogják olvasni. Tehát itt az interjút lehet elolvasni, szintén mivel menzáról van szó, képeket gyűjtöttek, készítettek, megint csak önálló vers, fotóval, könyvajánló. Van egy diákunk, aki nagyon, de nagyon szeret olvasni, és nagyon nagy szeretettel készítette. És van egy olyan diák, aki regényt ír, és ebből a saját regényéből egy részlet. Tehát nagyon aktív osztályról van szó. Azt hiszem, hogy fontos is, hogy megfelelő osztállyal dolgozzunk, mert nem biztos, hogy mindegyik osztállyal lehet újságot szerkeszteni. Az angol rovat. Megint csak saját vers, illusztráció, történelmi rovat. Ezt is nagyon jól megoldotta a feladatot a diák. A karácsonyi szokásoknak a gyűjteménye. Megint csak önálló vers, versek, illusztrációk, és akkor a legvégén az újságnak a hátlapja. Látható, amin ugye egy keresztrejtvény, és a megoldásai is. Remélem, hogy sikerült nektek, diákoknak is kedvet csinálnom ehhez a projekthez, az újságszerkesztéshez, és a tanároknak, a pedagógusoknak is. Én szeretném megköszönni a figyelmet. Minden jót kívánok. Sziasztok!